Ez a mai karitatív tevékenységünk, ez közösen szeretetben címmel a Belvárosi Nőklub, a Nyugdíjasok Nógrád megyei képviselete szervezésében jött létre. Mind ahogy látható, ruhákat osztunk ebbe, gyerekruha, felnőtt ruha, cipők, továbbá csomagok szerepelnek, és melegétel osztása, 100 adag melegétel fog majd elosztásra kerül. Ez már nekünk hagyomány, sokadik éve csináljuk ezt közösen, és mint ahogy látható, most is sokan jöttek, sok rászoruló ember van, és ezzel is próbálunk egy kicsit segíteni azoknak az embereknek, akiknek kicsit nehezebb az életük. El kell mondanom azt, hogy ez, amit most mi kiosztottunk, ez egy kis apró dolog volt, mert ahogy itt most eljöttek, itt legalább egy 500 csomagot nyugodtan el lehetett volna osztani, hát ennyi lehetőségünk nem volt, de akik kaptak, úgy gondolom, hogy biztos, hogy örömmel vették, és hát akiknek nem jutott, hát megértésüket kérjük, de hát mindig csak annyiból tudunk gazdálkodni, amivel. És külön a végén meg szeretném köszönni azoknak, akiknek a támogatása nélkül ez a mai összejövetel, illetve rendezvény nem valósulhatott volna meg. Köszönöm a Salgótarján megyei jogú város önkormányzatának a támogatását, köszönöm a Szocialista Frakciónak a anyagi támogatását, a Balassé Bálint megyei könyvtárnak a támogatását, valamint különféle magánszemélyeknek az adományait, mert őnélkülük ez a mai ételosztás, csomagok osztása, ruhaosztás nem valósulhatott meg, és külön
szeretném megköszönni a Belvárosi Nőklubnak és a Nyugdíjasok Nógrád megyei képviseletének, akik fizikálisan is támogatták, segítették ezt a mai rendezvényt.